magad a hideg vízsugár. Szereted a csupasz krómacélt, a hosszú fém létrát. Csókolj meg, én vagyok a tűzoltó. Csókolj meg, én vagyok a tűzoltó. Szereted a nagy piros autókat, a villogó kék lámpát. Szereted a fekete füstöt, a fehér happárnát. Tizenegy csapat sorakozott fel a Sátoraljó újhelyi dohánygyári sportpályán, ugyanis a Borsodabaui Zemplén megyei katasztrófa védelmi igazgatóság a megyei tűzoltó szövetséggel együttműködve a zempléni városban rendezte meg a létesítményi és önkéntes tűzoltó verseny megyei döntőjét. A versenyt Szúnyog Zoltán tűzoltó alezredes, a megyei katasztrófa védelmi igazgatóság igazgatóhelyettese és Gulácsi Lajos, a megyei tűzoltó szövetség elnöke nyitotta meg, kik nemes küzdelemre buzdították a csapatokat. Majd kezdetét vette a megmérettetés. A csapatok tűzoltó versenyfutásban, osztott sugárkezelésben, CTIF szerelésben és kismotorfecskendő szerelésben mérték össze ügyességüket. A településeknek az önvédelmi képességét kell erősítenünk és fokoznunk. A elmúlt időben az önkéntes tűzoltó egyesületeknek minden településen nagy hagyománya volt. Ez már most teljesen eltűnt, néhány helyen megmaradt. Próbáljuk azokon a helyeken is újra éleszteni az önkéntes tűzoltó egyesületeket, ahol voltak, jól működtek, de valami oknál fogva megszűntek a későbbiek folyamán. Ennek a törekvésnek a része a közösségi szolgálat is, ugye most már csak úgy mehetnek a gimnazisták, középiskolások érettségizni, hogyha közösségi szolgálatot teljesítenek. Ezt a közösségi szolgálatot lehet teljesíteni katasztrófavédelem tűzoltó egységeinél, amivel szintén az önkéntes tűzoltó egyesületi mozgalmat próbálnánk újraéleszteni. Milyen feltételekkel lehet valaki önkéntes tűzoltó? Egyáltalán van-e valami kikötés? Természetesen önkéntes tűzoltó, ahhoz, hogy be is avatkozhasson, egy 40 órás képzésen kell részt vennie, és a 40 órás képzést követő vizsgán kell megfelelni. Természetesen az egészségi követelmények is megvannak, de nem olyanok, mint egy hivatásos állományú tűzoltónál, tehát aki egészséges, az lehet önkéntes tűzoltó. Ha netalántán valami problémája van, akkor is lehet önkéntes tűzoltó, de akkor effektív esetleg nem olyan munkát végez. A katasztrófavédelmi igazgatóság tudja segíteni az önkéntes szervezetek, egyesületek munkáját? Természetesen, tehát az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az, aki pályázatokat írja ki. Ez az elmúlt évben 120 millió forint volt, amit megdupláztak 100 millióval, az éven már ismét több lesz, tehát folyamatosan van pályázati lehetőség arra, hogy eszközöket, képzést, védőruhákat be tudjanak szerezni, amivel az önkéntes tűzoltó egyesület munkáját tudjuk jobbá tenni, illetve biztonságosabbá. A versenyről egy néhány szót, milyen feladatokat kell teljesíteniük a csapatoknak, illetve mennyivel szigorúbbak vagy könnyebbek a teljesítés feltételei, mint egy hivatásos versenynél? Mennyire veszik szigorúan azt, hogy minden feladat megfelelően legyen végrehajtva? Természetesen, mint minden versenyen, ezt is szigorúan veszük. Itt egy akadályfutás van, illetve egy szerelési feladat van. A hivatásos tűzoltónak itt van egyéni szám, van csapatszám, illetve van a szerelési feladat, ott azért sokkal szigorúbbak vagyunk, mint egy önkéntes tűzoltó egyesületi versenyen, de még egyszer mondom, az óvások elkerülése véget mindenkit egy kalap alá veszünk, tehát senkivel nem kivételezünk, ha valaki hibázott, akkor sajnos az eredménye érvénytelen lesz. A kategóriák az ifjúsági fiú, ifjúsági leány, illetve felnőtt női, felnőtt férfi kategória van. Annak csak örülni tudunk, hogyha még egy 50-60 éves önkéntes tűzoltó is részt vesz a versenyen, illetve hogyha egyre több a 18 éves fiatal a férfi csapatban mondjuk, az azt jelenti, hogy azon a településen ugye hagyománya megmaradt az önkéntes tűzoltó mozgalomnak. De egyébként külön azért, mert valaki 50 éves, nincs más elbírálás alá véve, hanem ugyanazt a feladatot teljesítenie kell.
a versenyre részt vesznek a lányok, de a mindennapok során mennyire kapcsolódnak be az önkéntes munkába, az önkéntes tűzoltó munkába a lányok, hölgyek? Erre most egy példát tudok mondani. Tavaly évben márciusban volt egy tűzesetünk Tokajban, ahol én is kimentem a helyszínre megnézni. Másokból kifolyólag kellett mennem, de meglepődtem, hogy ott volt 4 önkéntes tűzoltó. És akkor lepődtem meg, amikor kiderült, hogy a 4 önkéntes tűzoltóból 2 lány, mert a védőruhában, a sisakban ezt nem láttam. Tehát azok a fiatalok, és szándékosan fiatalt mondok, nem fiút, nem lányt, azok a fiatalok, akik elkötelezték magukat, hogy önkéntes tűzoltók lesznek, azok oda teszik magukat, amikor szükség van. Sátorolja új hely több szörödött már helyszínt versenynek, ha gondolok, itt nemrég volt az ifjúsági katasztrófavédelmi verseny, tavaly itt rendezték a hivatásos versenynek a megyei döntőjét, most pedig az önkéntesek versengenek itt. Miért jó helyszín Sátorolja új hely? Sátorolja új hely azért jó helyszín, egyszer van egy, ha saját részemet mondom, van egy bizonyos kötődésem is, de nem, tehát itt szívesen látnak minket, szívesen fogadnak minket, jelentkeznek, hogy ha szükség van ránk, akkor versenyt meg tudjuk rendezni. Nagyon szívesen jövünk ide, mert az a vendéglátás, az a fogadás, amivel itt találkozunk, nem mondom, hogy egyedülálló, de kimagasló. Szereted a sok-sok lóerőt, a nagy-nagy kerekeket. Szereted az igazi akciót, szereted az igazi stresszt. Csókolj meg, én vagyok a tűzoltó. Csókolj meg, én vagyok a tűzoltó. Csókolj meg, én vagyok a tűzoltó. Nagyon nagy szerepe van a Megyei Tűzoltó Szövetség életében ezeknek a versenyeknek a szervezésében, hisz egy olyan kollektíva jön össze, egy összefogást tükröző rendezvény, amiben erősíti a csapatok összefogását, és erősít az egyesületek ilyen jellegű életét, hisz minden a megye több tűzoltó egyesülete nevez erre a versenyre, itt találkoznak, és hát megméretetik magukat a tudás szempontjából is. A mai versenyen vannak fiatalok az ifjúsági kategóriában. Mennyire segíthet ez a verseny abban, hogy ezek a gyerekek tudatosan éljék a jövőjüket, abból a szempontból, hogy megfelelő módon figyeljék a katasztrófavédelmi szervezet munkáját, vagy esetleg későbbiekben is bekapcsolódjanak? Az ifjúsággal való foglalkozás egyik kiemelt szerepe kell, hogy legyen a Megyei Tűzoltó Szövetségnek, hisz az utánpótlás nevelésnek itt van a bázisa. És hát, hogyha az ifjúsággal nem foglalkozunk előmértékben, akkor nincs felnőtt verseny sem. Tehát egyik kiemelt feladata minden egyes tűzoltó egyesületnek és a településnek, hogy az ifjúsággal ilyen szempontból is foglalkozzanak, és a tűzvédelmi nevelés része a versenyre való felkészítés is. Nagy a tét a mai versenyen, hisz akik itt most győznek ifjúsági kategóriában is, és illetve felnőtt kategóriában is, mehetnek országos versenyre. Muzzánkán lesz június 7-8-án egy országos megméretetés, és ott a megyénket 4 csapat képviselheti az országos rendezvényen is. Tehát egy továbbjutási lehetőségük is van, országos szinten is megmutassák a tudásukat. Beszéljünk a versenyszámokról is, milyen feladatokat kell teljesíteniük a csapatoknak. Minden egyes csapatnak van egy úgynevezett staféta, egy váltófutás. Itt a különböző akadály elemeket kell leküzdeniük időre. Majd amikor ezek lemennek, akkor lesz az úgynevezett vízeszerelési kategória. Osztott sugarat szerelnek, ez azt jelenti, hogy dobogóról, egy meghatározott fecskendő által biztosított nyomásról céltáblára szerelnek, lőnek, és ezt időre, ezt a feladatot teljesíteniük kell. Unikum, hogy a újhelyi tűzoltó egyesületnek a csapata még hagyományosan szerel kismotorfecskendőről is sugarat, és hát annak a hangját is fogjuk majd hallani ezen a versenyen. Dobog a szívünk, igaz az álmunk, tűzoltóként harcba szállunk, az igazság győz. A tűzoltó mindig erős és hajt előre, mindig emelt fölbe, és mindig vigyázz rá. A tűzoltó mindig erős és hajt.
Hogyan látja a csapatok, mennyi időt, energiát fektettek bele a felkészülésbe? Az, hogy egy ilyen versenyen, megyei versenyen részt vegyenek, komoly munka előzi meg, hiszen erre készülni kell. Szerintem hetekkel előtte már megvolt a versenykiírás, azóta készülnek ezekre a versenyekre. Szabad idejükből, sokszor saját költségükre készülnek a versenyre és vesznek részt ezen a versenyen. Több önkéntes tűzoltó szervezet működik a megyében. Milyen az ő munkájuk, mennyire kapcsolódnak be veszély esetén, vész esetén a mentésbe? A megyei tűzoltó szövetségnek 35 tűzoltó egyesület jelen pillanatban a tagja. Meghatározó szerepet töltenek be a települések életében, hisz bármikor, ha van tűz, árvíz és bármilyen olyan műszaki mentési feladat, ők hadrafoghatóak. Segítik a település életét, és hát ebbe próbáljuk őket mi is támogatni pályázatokon keresztül, meg egy ilyen közösségi rendezvényeken keresztül, ahol érzik azt, hogy rájuk figyelünk, hogy együtt lehetnek, hogy a kapcsolatokat ki tudják építeni, hogy egymással is tudnak kommunikálni, hisz egy baj van, akkor nem azt jelenti, hogy egyedül vannak hagyva egy településen, hanem a többi segítségre érkező erők is, egyesületi tagok is oda mennek, és már teljesen másabb egy feladat végrehajtása, hogyha ismerősként köszönhetik egymás káreseményeknél, tűzeseteknél is. A mai versenyen egyetlen női csapat is rajt hozzát, ez a Sátoraljai Újhely Dohánygyári Tűzoltó Egyesület szervezetén belül. Mennyire lehet fontos, hogy a nők is bekapcsolódjanak a tűzvédelmi, a katasztrófavédelmi rendszerbe? Szerintem nagyon jó lenne, ha minél több hölgy venne részt ezen a versenyen. Már csak azért is, mert látják azt, hogy mivel küzdenek a fiúk, meg hát Isten igazából a lányok nélkül semmi nincs, és mégis verseny sincs. És hát szoktam mondani, hogy jó lenne, hogyha ezekre meg jó is, hogy eljönnek a versenyre nem csak a férfi tűzoltók, hanem eljönnek a feleségek is, a családtagjaik is, és így egy ilyen családiasabb rendezvény is összejön. Látják a lányok is, a feleségek is, hogy emögött, a munka mögött komoly feladatok vannak, komoly idő, és hát így segítik a férjeiket. A hölgyek nélkül ez sem működne. A létesítményi tűzoltókat a miskolci csapat képviselte a megyei versenyen. Miskolcról érkeztünk, Miskolcon van a Bosch vállalatcsoportnak két vállalata, a Powertool és az Energy and Body Systems Kft. Mind a kettő vállalat rendelkezik egy-egy olyan gyorsreagálósó csapattal, amely tűz esetén vagy bármely egyéb rendkívüli esemény során riasztható, és a vállalat területén ezeket a rendkívüli helyzeteket próbálja azelőtt megoldani, mielőtt a hivatásos tűzoltóság kiér, illetve amikor a hivatásos tűzoltóság kiér, akkor helyismerettel rendelkezve segíti a tűzoltóságnak a munkáját. A két vállalat együttes csapatával érkeztünk ide, minden évben részt veszünk ilyen megyei tűzoltóversenyeken, mert más egyéb lehetőségünk nincsen megmérettetni magunkat az önkéntesekkel, illetve egyéb vállalati tűzoltókkal, hogy mit is tud a kis csapatunk. Hogyan készültek a csapattagok a versenyre? Mennyit gyakoroltak, vagy mennyire van már vérőkbe a feladat? Hát azt kell mondanom, hogy nagyon sokat nem tudunk gyakorolni, ugyanis a kollégáim azok mind sori munkások, illetve termelésben dolgoznak. Ez azt jelenti, hogy nagyon nehéz őket a termelésből kivenni, szabadidejüket, szabadságukat áldozzák fel arra, hogy gyakoroljunk. Hát ez meg is adja a lehetőséget, hogy nagyon sok gyakorlási lehetőségünk nincsen. Túl vannak a versenyszámokon, hogyan teljesített a csapat, hogyan értékeli? Nagyon jónak értékelem a csapatot, az eredmények magukért beszélnek, és bízom benne, hogy az első díjat el fogjuk hozni. A Sátoraljai Újhely és Dohánygyári Önkéntes Tűzoltó Egyesület három csapattal képviseltette magát a versenyen. A fiatalok és a férfiak mellett a nők is rajthoz álltak. Elsősorban ez felmérés, hogy milyen szinten van maga az egyesületnek a tagjai, hogyan vannak felkészülve, adott esetben, hogyha szükséges beavatkozásra lenne, mód is lehetőség ne legyen, azt kívánja az ember, de ha mégis úgy alakulna, akkor tudjanak kellőképpen is gyorsan, hatékonyan együttműködni és szerelni.
Idén 3 csapatot sikerült indítani a megyei versenyen. Hogyan épülnek fel ezek a csapatok, hogyan álltak össze a csapatok? Hát az igazság, hogy a csapatok összetétele, különböző korosztályok jöttek össze. Itt van, aki már közel 60 éves, és benne van a csapatban. A rutinja, a tapasztalata segíti a fiataloknak a felkészítését, a szerelési készségének az elsajátítását, és más is összekovácsolódik egy olyan csapat, amely hatékonyan tud együttműködni, együtt dolgozni, és egymás segítve jó eredményeket elérni. Mennyire fontos önöknek az ifjúság nevelése? Hát azt hiszem a legfontosabb dolog, hogy a fiatalság is vegye át ezt a ritmust, szokja meg, hogy mi a tűzoltó verseny, tűzoltó tevékenység, tűzoltó feladatok végrehajtása. A kiskorban megszokják, később felnőttként is könnyebben fognak részt venni ilyen rendezvényeken, illetve versenyeken. Mennyire büszkeség, hogy idén női csapatot is sikerült indítani? Hát az igazság, hogy dédelget vágyunk volt már 3 éve, hogy legyen egy női csapat is, aki részt vesz a versenyeken, megmutatja erejét, tudását, felkészültségét, és az éven sikerült ezt összehozni. Már több versenyszámon túl vannak a csapatok, hogyan értik el a teljesítményüket? Hát a végeredményt még nem tudjuk, mert a hivatalos értékelés még nem történt meg, de úgy érzem, hogy nagyon jó helyen végeztek, főleg a férfi csapat, de a lányoknak is azt mondhatom el, hogy nagyon kitűnő eredményt hoztak, annak ellenére, hogy nincsen ellenfelük. Április elején, március végén alakult meg a női csapatunk. Azért jött létre, hogy bebizonyítsák, hogy nem csak a fiúknak van helye itt az Önkéntes Tűzoltó Egyesületben, hanem a lányoknak is ugyanúgy. Úgyhogy igaz, hogy ma az egyetlen női csapat, de most így a fiúk ellen fogunk versenyezni, és bebizonyítjuk, hogy igenis mi is jók vagyunk. Mennyit gyakoroltatok, hogyan gyakoroltatok, ki segített a felkészülésben? Ignéci Zsolt segített a felkészülésben, ezúton is szeretném neki megköszönni mind a magam, mind pedig a csapat nevében. Hetente 2-3 volt, hogy 4 alkalommal jöttünk le ide a dohánygyári pályára gyakorolni. Egészen az alapoktól kezdtük, onnantól kezdve, hogy megismerkedtünk a tömlővel és a különböző szerekkel. És aztán volt, hogy csak futni jártunk le, mind a váltófutást gyakoroltuk, mind pedig a szerelést. Mennyire nagy kihívás a verseny számotokra? Hát elég nagy kihívás, főleg így, hogy úgy tudom, hogy csak nagyon régebben volt női csapata a dohánygyárnak, és nem tudom pontosan, hogy melyik évben, és azóta egyébként nem volt, tehát ez körülbelül már ennek 10 éve lehet, és azóta ez az egy női csapat van, ami megalakult újonnan. Vannak-e tűzoltó és katasztrófavédelmi kötődéseitek? Igen, vannak. Hát először is a magamról beszélnék. Nekem apusom, illetve férjem, aki tűzoltó, aztán több csapattagnak is a férje szintén tűzoltó. A csapatban az edzőnk felesége is részt vesz, úgyhogy nagyon sok kötődés van. Hát, reméljük, hogy ettől nekünk könnyebb volt, talán, egy kicsivel, de a dohánygyárosoknak pedig már tapasztalatuk van, hiszen ők tavaly már részt vettek egy hasonló eseményen. Hogyan szerveztétek meg a csapatot azon kívül, hogy a tűzoltó feleségek benne vannak? Hát, a Facebook segítségével mindenki írogatott. Egymás, van kedved? Jössz, akkor benne vagy, és így. A mindennapok során mennyire szeretnétek részt venni majd az önkéntes tűzoltó munkában?
mindenképp, tehát teljesen 100%-osan mellbedobásra mindenben szeretnénk részt venni. Ahová hívnak, oda megyünk. És hát így. Milyen céllal indultok el a versenyen? Természetesen elsők szeretnénk lenni, ez a cél. Másodszorban pedig a részvétel az, hogy most ezt kipróbáljuk, tehát ez egy tapasztalat lesz most nekünk, hogy milyen is ez a fajta versenydruk. Itt zárd el! Zárd el! Zárd el, majd nyitod újra rá! Újra tegyed, majd újra nyitod, ha rárakta! A megyei verseny házigazdája a sátoralja újhelyi hivatásos tűzoltó parancsnokság volt. A parancsnokság nagy rutinnal bonyolította le a megmérettetést, hiszen több megyei versenyrendezője volt már. Például tavaly a hivatásosok, idén pedig az ifjúsági katasztrófavédelmi verseny megyei döntőjének lebonyolításában vett részt. Örömmel látom el ezt a feladatot. Legyen ez hivatásos tűzoltó sportverseny, vagy legyen ez az önkénteseknek a megmérettetése. Tavaly éven Pálházán a 100 éves évfordulóra szintén besegítettünk a szervezőknek, a rendezőknek a lebonyolításban. Úgy gondoltam, hogy az idei éven 140 éves a sátorai tűzoltóság, tehát ennek kiegészítéseként is megrendeznénk ezt a típusú versenyt, és nem elfelejtkezne arról, hogy van nekünk egy sátorajóhely és dohánygyári önkéntes tűzoltó egyesületünk, akik nagyon aktívan részt vesznek abban a feladatban, ebben a versenysport részében. Nyilván még fecskendő, meg felszerelések nélkül még nehézkes a mindennapi beavatkozásoknál ténykedniük, de kiegészítjük ezt egy ilyen csapatépítő, ifjúságnevelő résszel, ugyanis ifjúsági tagozatként a mai napon méretnek meg először a ifjúsági tagozat tagjai, akik ezáltal, mivel csak két induló van ebbe a kategóriába, kivívták azt a jogot, hogy az országos versenyen Zánkán június 7-én, 8-án részt vehetnek, és ott pedig képviselhetik egész Borsod megyét. Én úgy gondolom, hogy ez a CTIF része is egy nagyon érdekes, de az is nagyon jó, hogy összejöttünk több mint 200-an itt a helyszínen. Versenyzünk, beszélgetünk, és én úgy gondolom, hogy ennek nagyon fontos jelentősége van. Nem csak mint hivatásos tűzoltóként mondhatom, hanem mint önkéntes tűzoltó egyesületi tag is, hogy folyamatosan részt vegyünk ezeken a rendezvényeken, és örömmel teszünk annak eleget, hogy ilyen versenyeket szervezhetünk. Semmi sem ugyanaz, mint régen, csak várjuk a nagy csodát. Szívünkben miért duzzad, egy szikra is robban a vágy, hogy mit hoz majd a holnap, nem tudhatod még előre. Tarts össze egy családért, hát hajrá előre! Dobog a szívünk, igaz az álmunk, tűzoltóként harcba szállunk, az igazság győz, a tűzoltó. Szállunk az ég.
hangsúlyozott, hogy azon csapatok vehetnek részt országos megmérettetésen, akik CT IF szerelést hajtanak végre. Mutassuk már be néhány szóban, hogy mit is jelent ez. Hát ez a Nemzetközi Tűzoltó Szövetségnek a verseny számai közé tartozik. Igazából Nyugat-Európából származik, nagyon különleges és szabályozott keretek között van a végrehajtás. A fegyelmezettségről annyit, hogy nem beszélhetnek egymással a versenyzők, nem kommentálhatnak, vigyázálásból indul az egész feladat végrehajtás, tehát nagyon komoly formai követelményei vannak. És a akadálypálya elemeiként, tehát volt egy staféta része az ő feladat végrehajtásuknak, ami hasonló valahol a sima hagyományos tűzoltósport stafétával, egy kicsit kiegészülve más elemekkel, gyerekeknek lekönnyített módon. Viszont az akadálypálya része az 4 elemet kell leküzdeni, egy vizesárkot, egy gátat, egy kúszó folyósót, egy padot. Majd van a pályának még további 3 része. Az egyik része az, amikor puttonyfecskendőbe célba kell lőni, és egy 5 liter vizet kell eljuttatni a célba. Majd ezek után pedig eszközöket kell felismerniük a gyerekeknek, és kötözési technikákat kell végrehajtaniuk. Mert közben még egy táplálás szerelést is 4 főnek végre kell hajtani. 9 fő hajtja végre ezt a szerelést. Bonyolult, azt kell, hogy mondjam, hogy majd a film biztos, hogy jobban visszaadja ennek a szerelésnek a sajátosságait, és a legvégén pedig a célba érkezés ezután, és ezt mind alakiasan kell végrehajtaniuk. Úgyhogy erre készültünk már jó sok hete, hát bízom benne, hogy jól fognak szerepelni, nem csak itt a megyei versenyen, hanem majd az országosan is. A Sátoraljai Újhelyi Tűzoltó Parancsnokság hogyan tudja segíteni ezeknek a gyerekeknek a felkészülését, vagy gondolok itt az egész Sátoraljai Újhelyi Önkéntes Szervezetnek a felkészülésre? Hát én úgy gondolom, hogy mi igazából technikai eszközökkel, különböző akadályokkal, célokkal tudjuk azt garantálni, meg gépjárművel, ha szükségeltetik a vizes szereléshez, hogy mindennapi gyakorlásukat ezáltal tudjuk elősegíteni. Én úgy gondolom, hogy amikor nekünk volt szükségünk az ő eszközeikre, mint önkéntes tűzoltó egyesület, legyen ez a 800-as kismotorfecskendő, akkor mi vettük igénybe, mi megpróbáljuk visszaadni ezt a lehetőséget, és az az igazság, hogy én nagyon támogatom mindenféle sport rendezvényt, köztük a tűzoltósportot kiemelten, tehát nekem ez nem lehet kérdés, hogy az ő mindennapi gyakorlásukat, felkészítésüket minél gyakrabban támogassuk. Én, ha azon múlna, az év 365 napján küldeném ide le az autót, de hát nyilván erre nem nagyon lenne igényük. Most úgy néz ki, hogy olyan sikerélményben van részük, hogy a következő éven szerintem ki fog egészülni más versenyszámokkal is az ő felkészülésük. A verseny jó hangulatban és szoros küzdelemben zajlott, és szinte valamennyi csapat hibátlanul teljesítette a kiszabott feladatokat. Szereted a nagy piros autókat, a villogó kék lámpát, szereted a fekete füstöt, a fehér happárnát. Nagy kerekeket, szereted az igazi akciót, szereted az igazi stressz. Csokolj meg! Én vagyok a tűzoltó! Csokolj meg! Én vagyok a tűzoltó!